Egy egyszerű szívféreg tesztet látunk, amely vérminta alapján képet ad arról, hogy az élősködő megtalálható-e ebben a szürke négylábúban. A szívférgességnek szezonalitása van, mediterrán betegségnek indult, de az elmúlt évtizedben országszerte egyre nagyobb számban okoz problémát az állattartók körében. Hogy is néz ez ki? Jön a szunyog, amiben benne van a lárva, a szunyog a kutyából, a lárva belemegy a kutyába, és körülbelül fél év alatt a picik kis mikroszkópikus lárvából majd lesz egy, ö, egy kifejlett szívféreg, ami aztán elkezd szaporodni a tüdő artériában. És minél több van, és minél hosszabbak, belóghatnak a szívbe, ugye, és ezért hívják szívféregnek. A gyógyulás lassú és költséges folyamat. Itt is a megelőzésen van a hangsúly, amelyet érdemes már kölyökkorban elkezdeni. A fél évnél idősebb állatoknál a megelőzést csak az imént látott teszt elkészülte, és csak is negatív eredmény esetén lehet elkezdeni, ellenkező esetben az állat elpusztulhat gyakorlatilag ezek a kombinált készítmények, amik paraziták ellen védenek, bolha, kullancs, szívfélek, nagyon sokszor ez a kombináció megtalálható, vannak tablettás készítmények, vannak rácsepegtető spoton készítmények, de vannak nyakörvek is, és ugye van az a védekezési stratégia, amikor a lárvát öljük, tehát, hogy beleszúrta a szunyog, és akkor az a kis frissen bekerült lárva egy hónapon belül likvidálásra kerül, a másik verzió pedig az, amikor a szúnyogcsípést próbáljuk megakadályozni. Hát valószínűleg az első az hatékonyabb. Nyári szellő fújja ezt az egyébként szépen zöldellő gyomnövényt, és boldogan sétál mellette, ez a láthatóan jókedvű négylábú. A toklász viszont azon túl, hogy bosszantóan beleragad a kutya bundájába, sokkal komolyabb gondokat is okozhat. A bőrébe fúródva tájogakat képezhet, a fülben és az orban pedig gyulladásos állapotokat idézhet elő. A másik nagyon gyakori, a fül a fülbe is bemegy. Ugye a szerkezete miatt van az, hogy ezek a kis horgok megkapaszkodnak, és visszafele már nem jön csak mindig előre fele. Szépen bemegy a hallójáratba, és akkor ott vagy nagyon látványos és fájdalmas tüneteket produkál, vagy valaki ott egy hónapokig elhordozgatja a fülébe, jobb esetben nem megy át a dobhártyán, nem megy be még mélyebbre, hanem csak úgy ott marad és egy krónikus fülgyulladást okoz. Amennyiben a kutya séta után rázza a fejét, piszkálja a fülét vagy az orrát, esetleg később vérzik, gennyedzik az orra, érdemes azonnal állatorvoshoz fordulni, aki szakszerűen eltávolítja a toklást és kezeli a fertőzést.